kivételes leletet találtak az egyiptomi Szakkarában, több mint 100 érintetlen szarkofágot. Az aranyozott és festett fakoporsókat 12 méter mélyről hozták fel a régészek. 2000-2500 éve rejtették el azokat a Kairótól mintegy 30 kilométerre délre található fáraó kori temetőben, a híres Djoszer piramis mellett. Az egyik szarkofágot a világ sajtó képviselőinek jelenlétében nyitották fel, a benne talált múmiát pedig egy mobil röntgen készülékkel át is világították. Szakértők szerint a szarkofágok magasrangú hivatalnokok múmiáit rejtik. A szakkarai leleteket a három legjelentősebb egyiptomi múzeumban fogják kiállítani, köztük a gízai piramisok mellett épülő és a tervek szerint jövőre megnyíló egyiptomi nagy múzeumban. A helyi régészeti hatóságok szerint Szakkara még csak az 1%-át mutatta meg annak, amit magában rejt.